Az ünnepélyes megnyitót Jelacsicsben születésnapján tartották. A házat a szerb kormány vásárolta 600 ezer euróért, és bocsájtotta azt a Horvát Nemzeti Tanács rendelkezésére. Obećajmo, da ćemo opravdati ukazano nam povjerenje, da ćemo čuvati uspomenu na velikog bana, nastaviti njegovo djelo, čuvati i razvijati jezik, vjeru, kulturu, da ćemo u njoj okupljati, stvarati i graditi nove mostove i da će ona biti na ponos objema državama i svakome čovjeku ma koje god narodnosti bio i ma gdje god živio. Gordan Grlić Radman, horvát kül- és európaügyi miniszter kiemelte, hogy a ház átadása fontos pillanat Szerbia és Horvátország viszonyában. A szerb államfővel folytatott megbeszélés kapcsán elmondta, reméli, hogy Szerbiában a horvát közösségnek minden szinten lesz politikai képviselője. Razgovarali smo kako poboljšati još naše odnose. Srbija na europskom putu, mir i stabilnost, dobro susjedski odnosi, to je zapravo nešto najvažnije. Trebamo ulagati u zajednički u budućnost za naredne generacije i mislim da postoji dobra volja sa jedne i s druge strane i trebamo intenzivizirati dijalog. Aleksandar Vučić, szerb államfő az átadón elmondta, a szerb és a horvát nép viszonya a történelem folyamán gyakran változó volt, de dolgozni kell a javításán. Hozzátette, nyíltan beszéltek a horvát diplomácia vezetőivel a két nép nemzetiségi közösségeinek kölcsönös helyzetéről a szomszédos államokban. Siguran sam, da jedni i drugi odlično razumemo, da su nam mir, stabilnost i poverenje ključne poruke, poruke na kojima treba da gradimo budućnost, a da bez toga napravit ćemo probleme, nesigurnost i nestabilnost i za jedne i za druge. Suviše smo mali i jedni i drugi da bismo mogli sebi da dozvolimo luksuz daljih svađa, daljih sukoba i bilo kakvih problema u budućnosti. Vučić kitért arra is, hogy Béregen sikerült megőrizni a horvát tannyelvű általános iskolai osztályt, valamint arról is beszélt, hogy az Újvidéki Egyetemen megalakult a horvát nyelvi lektorátus. Ezen kívül a Pétervárady Jelacsic Művelődési Oktatási Egyesület is folyamatos pénzügyi támogatást élvez, mondta a szerb elnök. Az ünnepségen jelen volt még Ivica Dačić, szerb külügyminiszter, Igor Mirović, a tartományi kormány elnöke, Miloš Vučević, Újvidék polgármestere, valamint Horvátország szerbiai nagykövete Hidajet Biščević is.